Ehette krumplit a kutya. A krumplit emészti a kutya főtt állapotában. Ez egy lassú szénhidrátforrás, lassú emésztésű szénhidrátforrás a kutya szempontjából, ami bizonyos betegségek, bélbetegségek, felszívódási zavarok, gyulladásos megbetegedések esetén kifejezetten hasznos is lehet. Ott is hasznos, hogyha a diabetes mellitusnak, tehát a cukorbetegségnek egy bizonyos fajtájában szenved az állat, ott sem mindegy, hogy milyen szénhidrát forrásra fogjuk a kutyust, lassú felszívódásúra, vagy gyors felszívódásúra. Ebben az esetben ugye itt a lassúról van szó. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy a vékony bél egész hosszában szép fokozatosan tud felszívódni a krumpliban rejlő tápanyag. Míg például a tésztában levő tápanyagok azok a vékony bélnek az első harmadában, negyedében már felszívódtak, és ilyen formában egy ilyen, a szőlőcukor szempontjából egy ilyen pikket okoznak, egy ilyen csúcsot okoznak a véráramban. Ezt le kell követnie a kutyának hormonálisan, inzulinnal, stb. Ha pont ezzel esetleg problémája van, akkor a jobb számára a lassú felszívódású szénhidrát forrás, mint például a krumpli. Ezeket általában normál esetben egyébként csak kiegészítő diétás terápia esetén használjuk.